Köszöntöm Önöket! Ez a Pécs TV két hetente jelentkező sportműsora, a Rajt Extra. Nem volt pihenő a pécsi csapatoknak az elmúlt 14 nap során sem, a város fiai és lányai egyaránt játszottak. Nézzük, hogyan szerepeltek! A Peac Pécs sérült és beteg játékosai nélkül készült a városi derbire. Ez meglátszott a csapat játékán is, a Pink valamivel kedvezőbb kerettel, ugyanakkor az esélytelenek nyugalmával készülhetett a találkozóra. Nézzük, mit hozott a két pécsi csapat összecsapása. Szokatlan helyzetből fogadhatta a Peac Pécs a Pink 424 kosárlabda csapatát a városi sportcsarnokban. A pécsi rangadó legnagyobb tétje ezúttal a presztízs volt, hiszen a hazai csapat már korábban bebiztosította a helyét a rájátszásba, még a vendég Pink biztos kiesőként futott neki az összecsapásnak. A Peac csapatát nagyban hátráltatta a sok hiányzó, Gémes Sarok Nikolett sérülés, még további három játékos betegség miatt hagyta ki a találkozót. A Pink kíméletlenül kihasználta a megtizedelt Peac hiányosságait és hibáit, így meglepetésre a hazaiak futottak az eredmény után. Hegedűs Janka, a Peac legjobban teljesítő játékosa elmondta, nagyjából ilyen játékra voltak felkészülve. Ezen a héten elég sok betegünk volt, lázas, illetve sérültünk is, szóval számítottunk arra, hogy ezt a Pink tudta, és hogy keményen fog kezdeni. Az első játékrészben a Peac fiataljai szokatlanul sok időt kaptak a pályán, és az ő remek teljesítményük is kellett a felzárkózáshoz. Meszlényi Róbert a két irányítós játékot is tesztelte, valamint a kényszer szülte ritkán látott formációk is sok pontot hoztak a Peacnak. A második játékrészben a vezetést is megszerezték a hazaiak, de a Pink gyorsan fordított. Elfáradtunk, tehát volt egy-két játékos, aki egyet edzett mondjuk meccs előtt, tehát nem volt olyan kondiba, hogy ezt az egész meccset végbírja sajnos. Kond Árpád, a Peac ügyvezetője a mérkőzés után elmondta, hogy még a pályára lépő játékosok jelentős része sem volt 100%-os állapotban, többen a meccsnapon is lázas megbetegedéssel harcoltak. Nagyrészt ennek tudható be, hogy a Pink 8 pontos, 85-77-es vereséget mért a városi riválisra. Meszlényi Róbert még a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón sem tudott napirendre térni a vereség fölött. Nem úgy álltunk fel nyilván a pályára, hogy odaadjuk a mérkőzést, de ennél több ma sajnos nem ment a lányoknak. Nem tudom, nincs szerencsénk. A Pink csapata most egy kisebb pihenőre vonulhat, és majd a kieső jelöltek osztályozóján bizonyíthat. A Peac csapata március 5-én az MTK ellen lép pályára a Magyar Kupában, feltehetőleg a hiányzókkal kiegészülve. A Peac Pécs a fájó vereség után a Magyar Kupában az MTK ellen léphetett pályára. A szezon során kétszer találkoztak már a csapatok, mind a kétszer az MTK tudott győzni. Ezt a rossz sorozatot szerette volna megszakítani Meszlényi Róbert csapata, nézzük, sikerült-e nekik. A kupamérkőzésre a sérülésekből felépült vagy betegségekből kigyógyult Peac játékosok is csatlakoztak az aktív kerethez. A visszatérő kosarasok mostani teljesítményén látszott, hogy a kihagyás után nehéz volt visszarázódni a mérkőzések ritmusába. A Peac védekezésébe többször is hiba csúszott az első negyedben, az MTK viszont nem tudta ezeket maradéktalanul kihasználni. A második játékrészben hasonlóan kiegyenlített játékot láthattak a szurkolók. A mérkőzés Taisia Udodenko sérülése miatt kellett megszakítani, egy lepattanózás közbeni ütközésnél kapott komoly ütést az ukrán játékos, aki egyből elhagyta a pályát. A játékidő lepörgésénél két pontos Peac vezetéssel 45-47-tel mehettek pihenőre a felek. A szünetről visszatérve az MTK rendezte a sorokat, az Udodenkóval újra kiegészült Peac védekezése pedig nem bírt lépést tartani a remek formában szereplő Alissa Jenkins-szel. Az utolsó negyedre komoly hátránnyal készülhettek a pécsiek, akik nem voltak képesek ledolgozni lemaradásukat. A találkozót 82-78-ra a budapestiek nyerték. Úgy látom, hogy ma bármit tehettünk volna, semmi se lett volna elég. Nem volt jó a védekezésünk, hagytuk, hogy könnyű kosarakat szerezzenek, emellett nagyon sok támadó lepattanót szedtek, hogy újra és újra dobhassanak. Mi pedig a könnyű helyzeteinket is elhibáztuk, így már esélyünk sem maradt a meccs megnyerésére. Keményebben kellett volna játszanunk, hogy megnehezítsük a dolgukat. A mérkőzés a Peac és az MTK harmadik szezonbéli összecsapása volt, ezek közül a Magyar Kupa találkozó volt a legfontosabb. Tudtuk, hogy ez egy nagyon kemény mérkőzés,
kérdésre az, hogy már harmadik alkalommal találkoztunk a Beaccal, és annak ellenére, hogy két győztes mérkőzés volt előttünk, tudtuk, hogy ez lesz az eddig legnehezebb. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt a meccset, és szívünket, lelkünket beletettük. Úgy gondolom, hogy nagyon megérdemeltük, egész évben keményen dolgozunk, fantasztikus, amit ezek a lányok csinálnak, edzésről edzésre. Tegnap, amikor vacsoráztunk, leültünk két nagy körasztalhoz, és már ott lehetett érezni, hogy nagyon egybe vagyunk, nagyon jókat kacagtunk, és ezt a meccset ezt úgy vártuk, mint még semmelyiket a szezon során. A Peac számára ezzel a vereséggel véget ért az idei kupasorozat. Az MTK a következő fordulóban a bajnokságban bravúrosan teljesítő Sopron ellen lépett pályára. A retro videójátékok, különösen Sonic a sündisznó kapta a főszerepet a Zsolnai Kulturális Negyedben megrendezett Gamer hétvégén. Az érdeklődők kipróbálhatták az elmúlt két évtized legmeghatározóbb játékait, emellett informálódhattak a konzolok generációs fejlődéséről is. Sonic a sündisznó, Super Mario vagy Doom, csak néhány azok közül a játékok közül, amelyeket kipróbálhatták az érdeklődők a Zsolnai Kulturális Negyedben rendezett tematikus gamer hétvégén. A rendezvényen külön figyelmet fordítottak a japán tervezésű játékhősre, Sonicra a sündisznóra, amelyről a közelmúltban mozifilm is készült. A szervezők egyaránt várták azokat, akik korábban már kipróbálták a közkedvelt Sonic játékokat, és azokat is, akik a film miatt szerették volna megismerni az emblematikus figurát. A Gamer hétvégén olyan játékkiadásokat is bemutattak, amelyeket Magyarországon hivatalosan nem jelentettek meg. Cserebere alap van, tehát ami hozzánk a gyűjteményben kettő van, dupla van, mi csereberélünk az amerikai meg az ausztrál csapattal játékokat, és ugye ezáltal ide kerülnek olyan programok is, amik esetleg akkoriban a megjelenés idejében nem kerültek a magyar piacra, és maga a gépek is. Vannak ilyen gépeink is. A szombaton megrendezett Sonic versenyen többen szerencsét próbáltak. Mint társszervezők többnyire abban segítünk, hogy a játékosok, akik esetleg jönnek játszani, jól érezzék magukat, próbálunk segíteni, hogy nehogy elakadjanak, illetve a bajnokság lebonyolításában a tagtársaink fognak segíteni. Az érdeklődők nem csak különböző játékszoftvereket próbálhattak ki, hanem informálódhattak a konzolgenerációk fejlődéséről, valamint olyan napjainkban népszerű játékokkal is tölthették idejüket, mint a Fortnite vagy a Counter-Strike Global Offensive. Fordulatos, izgalmas, az utolsó másodpercekig kiélezett találkozót láthattak a kosárlabda szerelmesei a Lauberdezső sportcsarnokban. A PVSK Veolia az Alakerámi ellen lépett pályára. Nem csoda, hogy jó volt a mérkőzés, hiszen a csapatok hasonló győzelmi arányal állnak a tabella középmezőnyében. PVSK és a Zete azonos győzelmi arányal állt a tabella középmezőnyében, így mindkét csapatnak fontos volt megszerezni a győzelmet a szezon végéhez közeledve. A pontszerzés viszonylag lassan indult be, a szurkolóknak csaknem 3 percet kellett várniuk az első kosárig. A találkozó első pontjait Justin Bibbins jegyezte büntetőből. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, 40-35-ös pécsi vezetéssel mehettek pihenőre a felek. A harmadik játék részben visszakapaszkodott az Alakerámia, így egy pontos előnnyel várhatták a negyedik negyedet. Az utolsó felvonás nem kevés izgalmat tartogatott a rajongóknak, hiszen minden másodperc, minden pont és minden bírói döntés számított. Ennek megfelelően a játékvezetők többször is megvizsgálták a kérdéses szituációkat. 6 másodperccel a találkozó vége előtt 2 pontos előnybe került az Zete. Veljko Budimir 2 büntetőt dobhatott, hogy hosszabbításra mentse a mérkőzést. Az elsőt magabiztosan értékesítette, a másodikhoz pedig asszisztált a Lauber palánkja. Sokáig táncolt a gyűrű szélén a labda, de végül sikeres lett Veljko második szabaddobása is. A hosszabbításra hangolódva a közönség egy emberként biztatta a pécsieket. Ezt a vendégek mestere is megegyezte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Ez egy nagyon jó meccs volt. Megtiszteltetés volt, hogy részesei lehettünk ennek a hangulatnak. Gondolok itt a saját játékosainkra is. A Pécsnek nagyon jó csapata van, és pontosan tudják, hogyan kell játszani ezt a sportot. A hosszabbításban a korábbi helyzet megismételte önmagát, ezúttal 3 ponttal 100-103-ra vezetett az Zete. 7 másodperc volt vissza a találkozóból, amikor Chris Smith faltolták a 3-as vonalon kívülről. Smithnek mindháromszor eredményesnek kellett lennie, hogy életben tartsa a PVSK reményeit. Az első 2 büntetőt bedobta, a harmadikat viszont elhibázta az ezidáig magabiztos kezű amerikai. A PVSK az utolsó másodpercekben szabálytalankodott, hogy még egy dobásra maradjon lehetőségük. Justin Bibbins mindkét büntetőjét bedobta, így újra 3 pontos előnybe került az Zete.
Az utolsó két másodpercben Smith megkapta a labdát, aki félpályás kosarával korrigálta korábbi hibáját és kiegyenlített. A találkozót végül a pécsiek nyerték 119-114-re a második hosszabbításban. Keményen harcoltunk, a második félidőben magunkra találtunk. Nagyon jó ellenfelünk volt, de talán mi egy kicsit jobban akartuk ezt a győzelmet. Mit is mondhatnék, mindent beleadtunk. Milyen volt a hangulat? Eszméletlen. Az emberek már elkönyvelték, hogy vesztettünk, de aztán jött a fordulópont. Egy remek hangulat ahhoz, hogy jó meccset játszunk, az ilyen pillanatokat meg kell élni. Mi járt a fejedben, amikor elengedted a labdát az utolsó dobásodnál? Csak annyi, hogy kijavítsam a korábbi hibámat, amikor kihagytam a büntetőt. Nem tudtam bedobni, és csak vissza akartam jönni a meccsbe és helyrehozni mindent. A PVSK meccsek fűszert pólósai a Tatabánya ellen ugorhattak medencébe a férfi OB1-es vízilabdabajnokság 14. fordulójában. Komoly tétje volt a pécsiek szempontjából a mérkőzésnek, hiszen hogyha ugyanebben a fordulóban a Margit-sziget pontokat veszít, akkor a pécsiek örülhetnek a felsőházba való továbbjutásnak. A sereghajtó Tatabánya ez ideig győzelem nélkül áll a tabella utolsó pozíciójában. A Pécs sokkal kedvezőbb helyről várhatta a találkozót. A PVSK-t mindössze egyetlen hely választja el a tabella negyedik pozíciójától, azaz a felsőházba jutástól. Ehhez viszont arra is szüksége volt az együttesnek, hogy a tabella szomszéd Margit-sziget vereséget szenvedjen. A szurkolók ennek tudatában egy kötelező győzelmet vártak a pécsiektől, akik a mutatott forma és a tabellán elfoglalt helyek ellenére egy-egyes első negyedet zártak. A második játék részben több gól esett, viszont itt is tartotta magát a Tatabánya, 4-4-es félidei eredménnyel végeztek a csapatok. A pécsiek vezetőedzője szerint a hétközi mérkőzésen elszenvedett vereség még mindig látszik a csapatjátékán. A játékosok nehezen tudják túltenni magukat az UVSE elleni vereségen. Az egész alapszakaszban én azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Egyetlen egy mérkőzést mondottunk azt a múlt hét szerdait, és ezt azért nagyon nehéz megemészteni, hogy tényleg az utolsó kapunk nem tudtunk belépni. A félidőről visszatérve hasonlóan kiegyenlített játékot mutattak a felek, viszont itt már magabiztosabban szerepelt a pécsi csapat, akik egy gólos előnnyel várták az utolsó játékrészt. A találkozón végül érvényesült a papírforma, 8-6-ra nyertek a pécsiek, azonban ez nem volt elég a PVSK céljának eléréséhez, azaz a felsőházba jutáshoz. Csúnya pofont kaptunk szerdán, és nagyon örülök, hogy ma győzni tudtunk. Nem volt olyan jó hangulat tegnap előtt, se tegnap se a csapatban. Próbáltuk oldani. Nagyon örülök, hogy győztünk ma. Ez fontos győzelem volt, hogy 20 ponttal menjünk tovább az alsóházba. Mivel a tabella negyedik helyén álló Margit-sziget is győzött, a PVSK nem tudta megelőzni őket a felsőházba való továbbjutásért. A PVSK az alsóházban folytathatja szereplését, ahol a csapat egyértelmű célja a 9. hely megszerzése. Az alsóházba jutás után a Pécs a Kaposvárt látta vendégül az Abai Nemes Oszkár úszodában, ellenük próbálták meg megszerezni első győzelmüket a rájátszásban. PVSK pólósai láthatóan képesek voltak túltenni magukat a korábbi fordulós érelmein. Magabiztos játékkal indítottak, és már az első negyedben több gólos előnybe kerültek. A második játékrészben hasonlóan kemény, agresszív támadójátékot mutattak, ennek eredményeként 8-3-as állással mehettek a félidőben pihenőre a csapatok. A pécsiek vezetőedzője szerint ez az erőteljes, alázatos teljesítmény leginkább a szurkolóknak szólt, akik az elmúlt hetekben is a csapat mellett álltak. Én azt gondolom, hogy úgy mentünk bele ebbe a mérkőzésbe, ahogy bele kellett menni. Nagyon-nagyon komolyan vettük ezt a találkozót, pontosan azért is, mert úgy hagytuk ott az UVSE mérkőzést, hogy megígértük a szurkolóinknak, hogy a kaposvári hazai mérkőzésen nagyon kihegyezzük magunkat, és ezzel próbálunk nekik tisztelegni, és ezúton is szeretném megköszönni azt, hogy a mai mérkőzésen is ennyien voltak. A harmadik és a negyedik negyedet a kaposváriak nyerték, de mindkettő csak egy góllal 3-2 arányban. Ez pedig nem volt elég az egyenlítéshez. A mérkőzést 12-9-re a PVSK nyerte. Ennek ellenére a játékosok nem voltak maradéktalanul elégedettek. Remélem, hogy majd idővel sikerül abba előrébb lépnünk, hogyha már kinyitunk egy mérkőzést, utána nem
hagyjuk magunk, nem húzzuk magunkra az ellenfelet, és tesszük nyíltán mondjuk a harmadik, negyedik, negyedre újra a meccset. Megmondom őszintén, hogy úgy jöttünk ide, hogy megpróbálunk nyerni, ha bár tudtuk jó, hogy a Pécs az egy 5 év alatt pontról pontra alaposan összerakott társaság, ahol mindenkinek megvan a helye, szerepe, és itt azért tőlünk jobb csapatok is, nagyobb csapatok is hagytak már itt pontokat, de azért nem feltett kézzel érkeztünk, ha bár nem is értem, miért kezdtünk ilyen megilletődötten, tehát ott beleszaladtunk egy 4-0-ba, amit utána a mérkőzés végéig ugye görgettünk, és tudom, hogy 4 vagy 3 lett közte a végén, úgy tudom, tehát ez az előny, amit a Pécs kiharcolt, ez kitartott nekik a végéig. Igen, Dávid is mondta, ugyebár az utolsó két negyedben már a Pécs türelmesen, okosan játszott, nem kapkodtak, nem engedtek felzárkózni bennünket. Mikor egy picit elindultunk, hogy na most rámegyünk a Pécsre, akkor mindig jött egy olyan butaság, hiba, amit a Pécs megbüntetett, és így nem tudtunk felzárkózni. Tehát úgy éreztem, hogy a meccs közben, hogy megvoltak a lehetőségeink, hogy közelebb kerüljünk akár egy döntetlenhez, de a hibáinkat megbosszulták, úgyhogy sima mérkőzés lett sajnos. Nem tudunk más tenni, mint dolgozni tovább, és abban reménykedni, hogy most már eljönnek azok a mérkőzések, amiket meg tudunk nyerni. A PVSK egy kisebb szünet után április 1-én ugorhat újra medencébe. Ekkor az alsóházi tabella harmadik helyén álló Vasast fogadják. A pécsi hírek után átevezünk egy kicsit a nemzetközi porondra is. 10 hír, ami az elmúlt két hétben történt. Következik a nemzetközi híres tízes. Josip Iličić nívós listára került fel a keddesti Bajnokok Ligája fordulóban. Az Atalanta támadója 4 gólt szerzett a Valencia vendégeként, ez pedig eddig mindössze 3 játékosnak sikerült. A szlovén játékos olyan futballisták mellé került a listán, mint Lionel Messi, Mario Gomez és Robert Lewandowski. Az Atalanta így 8-4-es összesítéssel búcsúztatta a Valenciát. Fontos magyar vonatkozással ért véget a keddesti Bajnokok Ligája másik mérkőzése. A német Leipzig csapata 4-0-ás összesítéssel ejtette ki a tavalyi döntős, Mourinho vezette Tottenham Hotspurt. A magyar válogatott első számú kapusa, Gulácsi Péter kapott gól nélkül abszolválta élete első BL nyolcaddöntőit, ebben pedig elévülhetetlen érdemei voltak, hiszen a 20 kordoldal őt választotta a nyolcaddöntők legjobb hálaőrének. Robin van Persie, a korábbi Arsenal és Manchester United kiválóság visszavonulása után sem tétlenkedik. A holland klasszis nevelőklubjánál állt munkába, ezúttal a csatáredző szerepkörét látja el. Van Persie, aki aktív játékosként is igazi vezér volt a pályán, már ki is vívta játékosainak elismerését, ugyanis amikor teheti, ő maga mutatja meg, mit szeretne látni a támadóktól. Idén először nyert PDC tornát Michael van Gerwen, aki a világbajnokság utáni első versenysorozatban, a UK Open döntőjében Gerwin Price győzte le 11-9-re. A világ első holland elképesztő teljesítményt nyújtva, az elődöntőben és a döntőben is 110 feletti körátlagot produkált. Van Gerwen a győzelme után azt nyilatkozta, hogy szerinte ezzel a teljesítménnyel sikerült bebizonyítania, hogy ő a legjobb a világon. Részt vehet az új lebonyolítású Davis kupán a magyar válogatott teniszcsapata, miután az utolsó selejtezőkörben sikerült legyőznie Belgium legjobbjait. A 18 csapatos Davis kupa főtábláján a legjobb teniszcsapatok vehetnek részt, ebbe a társaságba kvalifikálta magát a magyar gárda. A mindent eldöntő összecsapáson Fucsovics Márton döntő szedben 2 óra 23 percig tartó csatában legyőzte Ruben Belemanst, a belgák legjobbját. A magyar válogatott a harmadik kalapból várhatja a sorsolást. A madridi szuperdöntő november 23-án veszi kezdetét. Ismét pályán Stephen Curry. A Golden State Warriors irányítója 58 kihagyott mérkőzés után tért vissza az NBA-be. A liga legértékesebb játékosának 2 alkalommal is megválasztott kosaras 23 pontot szerzett, valamint adott 7 asszisztot és leszedett 7 lepattanót, viszont ez sem volt elég a címvédő Toronto Raptors legyőzéséhez.
Madridi győzelemmel ért véget az El Clásico, azaz a Real Madrid és a Barcelona párharca. A fővárosban rendezett találkozón Vinicius Junior juttatta előnyhöz a Real Madridot, majd a mérkőzés végén becserélt Mariano Diaz első labdaérintéseiből szerzett találatával beállította a 2-0-ás végeredményt. A mérkőzéssel a Real Madrid felugrott a tabella első helyére, viszont ez csak egy hétig maradt így. A fehérek a Real Betis elleni vereségét kihasználta a Barcelona, így újra a katalánok vezetik a bajnokságot. Előzetes letartóztatásba került Ronaldinho. A brazil sztár testvérével együtt utazott Paraguayba egy jótékonysági akcióra. A hatóságok őrizetbe vették a testvérpárt, mivel hamis paraguayi útlevelet találtak náluk. Az aranylabdás játékos elmondása szerint a reptéren kapták az útlevelet, nem is gyanakodtak arra, hogy csalás áldozatai lettek. Április 3-áig felfüggesztették a Szériát a koronavírus miatt. Az olasz bajnokság szövetsége az állami vezetőkkel közösen hozta meg a döntést. Olaszországban napról napra egyre több megbetegedéssel számolnak, és már klubvezetőket és játékosokat is vizsgáltak, így szűrték ki Daniele Rugani fertőzését. A napokban lejátszott Juventus-Inter rangadó után mindkét csapat tagjait elkülönítve fokozottan figyelik. Sorra szűnnek meg a sportesemények a koronavírus miatt. Azonnali üléseken döntöttek a legtöbb európai labdarúgó mérkőzés elhalasztásáról, amelyeket pedig megtartják, azokon nézők nélkül zárkapus találkozón lépnek pályára a csapatok. Az NBA-ben szereplő Utah Jazz centerénél Rudy Gobertnél állapították meg a koronavírust, aminek következtében befagyasztották a legnagyobb kosárlabda bajnokság idei szezonját is. Ez volt a Right Extra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Két hét múlva a péntek esti iradót követően várom önöket a legfrissebb hírekkel, eseményekkel és összefoglalókkal. Addig is tartsanak a Pécs TV műsoraival. Viszontlátásra!